Sziasztok, Doggy vagyok! Itt is lennék az Animania modnak a második részével. Ugye az előző részben a csirkéket, a malacokat és a teheneket mutattam meg nektek, és ebben a részben a lovakról, a kecskékről és a bárányokról lesz szó. El fogom nektek mondani azt, hogy nekik mire van szükségük ahhoz, hogy boldogok legyenek, hányféle létezik belőlük, mire képesek, illetve hogy miért is érdemes őket tartani. És még mielőtt elkezdenénk ezt, gyorsan szeretnék pontosítani néhány dolgot az előző résszel kapcsolatosan, ugyanis vannak a dolgok, Amik megváltoztak, és vannak dolgok, amikre később jöttem rá, hogy kicsit másképp működnek, mint ahogy ugye azt a videóban mondtam. Tehát a legeslegelső, ami egyébként egy frissítés, hogy a tehenek, illetve minden állat, ami tejet ad, csak akkor fog nekünk innentől kezdve tejet adni, hogyha jókedvűek és vemhesek, vagy már el is után vannak. Tehát ez nagyon fontos, hogy szaporítani kell őket ahhoz, hogy tejet adjanak nekünk úgyhogy nem kegyelmezett a mod készítője, valóban feladja a feladatot ahhoz, hogy folyamatosan foglalkozni kelljen az állatokkal, viszont építettem néhány automata etető szerkezetet, ezeket majd a videó végén meg fogom nektek mutatni, hogyha szeretnétek használni ti is ezt a modot, vagy valahol már használjátok ezt a modot, akkor ezeket egyszerűen meg tudjátok ti is építeni, és akkor nem lesz problémátok azzal, hogy folyamatosan oda kell járkálnatok, és kézzel kell etetni az összes állatkát. Aztán a csirkék nem esznek az etetőből, ugye az előző részben azt mondtam, hogy esznek belőle, de ez vagy megváltozott, vagy a régebbi verziókban sem működött így. Igazából most írták ki ugye ezt a modnak a honlapjára, ahonnan szedem ezeket az információkat. Tehát őket kézzel kell letetni maggal, ami nem igazából egy hálás feladat, de erre is lesz majd egy automata szerkezet. Egyetek pipikék, jól van. És a földre tudjuk nekik leszórni a magvakat, vagy ugye kézből tudjuk őket megetetni, így, ni. each what each Úgyhogy, ja, nem egyszerű, nem egyszerű a feladat. És többen is kérdeztétek azt, hogy képesek-e ugye különböző fajták szaporodni egymással, tehát nem fajok, hanem fajták, tehát mondjuk két tehén fajta képes egymással szaporodni, és az utód egyébként teljesen random, hogy milyen fajtájú lesz, tehát valamelyik szülőtől fogja ezt örökölni. Nem lesznek hibrid tehenek, tehát arra nem kell számítani, hogy lesz egy olyan tehenünk, ami ugye nagyon jó tejet termel nekünk, és még mellette nagyon jó húsa is van, hanem valamelyik szülőnek a tulajdonságait fogja ugye örökölni, és a nagy testű állatok kiszák az egyblokkos vizet, ezért érdemes örök vízforrás csinálni, ugye ez a 2x2-es vízforrás, ebből bármeddig tudnak inni, és akkor sosem fogy el, viszont ebből az 1 egyesből simán kiszák a telnek, a lovak, meg igazából minden nagyobb testű állat a vizet, a csirkék viszont nem, úgyhogy nekik bőven elég ennyi. Szerencsére, és hogyha esetleg frissítitek a modot, mert mondjuk már használtuk egy régebbi verziót, kiírja a játék, hogy van egy újabb, akkor készüljetek fel arra, hogy el fog tűnni az összes állatotok. Nekem is újra le kellett rakni azokat, amiket már ugye megmutattam nektek. Nem szerettem volna, hogyha üresen állnának a ketrecek, de elméletileg egyébként ez az update, ami most jött ki, ez pontosan azt javítja ki nekünk, hogy ugye az állatok nem fognak túlszaporodni, és nem fognak innentől kezdve eltűnni. Hát kíváncsi leszek, hogy a következő frissítésben mi lesz. Úgyhogy akkor szerintem kezdjük is a lovakkal. Ugye egy darab ló van, tehát egy darab spawn van a lovakhoz, a Draft Horse. A lovakról egyébként annyit érdemes tudni, hogy ezek kivételesen nem cserélik le a vanilla állatokat, tehát itt van a sima vanilla ló is, és itt még mennyire jól néz ki, itt még nem rontották el, pedig 1.12-ben van ez a mod, és itt még nem rontották el. Ó, egyébként nagyon gonosz voltam, most megoldhatom ezt a kis csikót, ugye? Üm, nem történt semmi, nem láthatok semmit. Jó, oké, nem, nem, ezek nem történtek meg. Na, szóval draft horse húzó ami munkára való. Tehát ezeket a lobakat a mod készítője kifejezetten azért raktak be a játékba, hogy dolgoztassuk őket. Hat színben elérhetőek, etetőből búzát tesznek, szükségük van itatóra is, minden felnőtt lovat meg lehet lovagolni, viszont ehhez szükségünk van arra, hogy jól legyenek tartva, és legyen nálunk egy riding crop, amit így tudtok lekraftolni, kell hozzá kettő darab bőr és egy stick. És hogyha jól tartjuk a lovainkat, akkor ennek a kis eszköznek a segítségével vidáman fel tudunk pattani a hátukra, és nem kell hozzá nyereg, tudjuk őket irányítani anélkül is ami egyébként egy elég király dolog riding crop az azért jó nekünk mert láthatjátok, hogy akkor megjelenik egy ilyen kis csík ott alul és szeretnék kimenni nem fogunk itt kiférni ugye az a baj, nem szeretném mindegy, itt is van nekem egy lovacka gyere lovacka valami nagyot ugrik, hát ez nagyobbat ugrik, mint egy nyuszi nyuszi, muszi, jó de egy ide visszarakom, nem, nem véletlen van egyébként külön a többiektől, rossz volt. És most ez a bünti, ez a bünti, hogy ezt a pávát kell egész nap húznia és néznie. Ami, ami azért valójában annyira nem jó szagolgatni egy páva hátsóját egész nap. Na mindegy, szóval ö, ezzel az eszközzel ugye meg tudjuk kell sürgetni, és a csődör a csikó mindig a kanca közelében található meg, és családokban spónolnak. Tehát, hogyha találkoztok velük a szabadban, akkor mindig lesz egy apuka, egy anyuka, meg egy pc és lerakok ide nektek egy anyukát, egy apukát, illetve egy pici csikót, hogy lássátok a különbségeket. Tehát így néz ki a apuka, jó nagy izmos testes, az anyuka is igazából jó nagy izmos testes, talán neki nincsen annyira kigyúrt vála, meg a feje is egy picit más, és itt van a pici csikó. Úgyhogy a ja, aranyosak, de most Kicsit meg kell tőlük szabadulni, mert aztán idő után itt minden tele lesz állatokkal. És akkor láthatjátok, hogy bőrt dobnak, hogyha meghalnak. Bár annyira szerintem őket nem érdemes farmolni. Mert tényleg jó munkára is befogni őket. Nagyon szeretik, ugye ők is nyalogatni a sót, kell nekik víz, illetve háromféle dologgal lehet őket etetni, búzával, répával, illetve almával, és lehet készíteni ilyen horse cardot is, amiben láthattátok, hogy beleraktam ugye azt a pávát, ez pedig így kell lekraftolni, kell hozzá stick, négy darab deszka, egy vas, illetve kerék, a kereket pedig így tudjátok elkészíteni, ugye van Iron Egg ez már alapból megtalálható a játékban, hogyha jól emlékszem, 1.11-es frissítésben jött ez be, és nyilván ezt egy darab Iron Rootból tudjátok elkészíteni, hogy annyira nem bonyolult. De valószínűleg sokan ismeritek már egyébként is a kraftolási receptjét, és képesek a kocsit is húzni maguk után, lasszóval kell hozzájuk kötni, vagy hogyha a lovon vagytok, és a kezetekben van a szekér, akkor elméletleg, hogyha jobb klikkeltek, akkor is hozzá csatolja a lóhoz, de nekem ez nem mindig működött és a szekére lehet rakni ládát, illetve abba bele is lehet pakolni, shift plusz jobbklikkel ezt ki is lehet nyitni, Mindjárt ide rakunk egy ládácskát. Szépi, szuper! És i si plusz jogklikkel tudjuk nyitni, és uh, Négy hely van benne, egy alap pedig csak három. Úgyhogy, uh, azt hiszem jól jártunk. És ugye ezt így hozzá tudjuk kötni a Pacihoz, és Rászállt! Paci! Neked húzni kell a szekeret! Hó! Várjál csak! Szeretnék rád ülni. igen. És akkor azt úgy kössük hozzád, és... Várjál. Igen, ez így annyira nem lesz egyszerű, mint hogy gondoltam. Ó! Oh! Nézzük csak, ez, ez nagyon moka. Jó, ezt nyissuk ki. Mondom, nyissuk ki, nem csukjuk be. Nyissuk ki, úgy. hozzák kötött. Gyere, páva! Megyünk! Megyünk kalandozni! Gyere! Ne! Léci, páva, gyere! Úgy, úgy, úgy. És akkor tudunk így menni. Extrém király mint a mi esküvői menet, úgy nézünk ki. Megjött Lord Páva, be szeretném mutatni az összes állatnak, aki itt megtalálható. Nem, nem, nem annyira tetszik nekik, jó, akkor visszaviszünk a helyedre. Úgyhogy ö, nagyjából ez erre jó, illetve nyilván tudtok vele vinni ládát is, úgyhogy még így arra is. Meg az a vicces amúgy, hogy ezekbe a szekerekbe emberek is bele tudnak szállni, szóval multiplayerbe. Azt is meg tudjátok csinálni, egymást húzzátok. Ö, bocsánat Lord Páva, de az ön ideje lejárt. Nem? Jó, akkor lerakunk még egy szekeret, és akkor megmutatom, hogy én is bele tudok ülni. Meg én is tudom húzni. Tényleg én is tudom húzni. Úgyhogy én is beálltam, és igásló lettem. Úgyhogy innentől kezdve Horsi Andinak hívjatok. Csodálatos. De elméletek, én is bele tudok itt szállni a szekérbe. Valószínűleg úgy, hogy ha hátul nem. Így is én veszem föl. Ah, igen, oké. Okay shift plusz jobb klikkel tudtok beleszállni, és akkor pedig, hogyha valaki irányítja ezt a lovat, akkor én szépen tudok benne ücsörögni, és, nekem akkor tök jó. Úgyhogy, ja, ez egyébként szerveren borzasztóan mókás tud lenni. Sivánáltam álltam képzelni, hogy a kis Minecraft filmeket lehet készíteni a farm életről, ahol húzza a ló a másikat, és közben lovagol egy másik ember a hátán. Úgyhogy, ja, igazából erre jók a lovacskák. Szerintem minden fontos információt elmondtam. Boldogok kell, hogy legyenek, ahogy szaporodjanak, ugye, mint minden egyes állatnál. Víz kell nekik, szalma, búza, és így nagyjából ennyi. Meg ez a riding crop, meg ez a szekér, hogyha akarjátok, hogy elhúzom mindenkit. Aztán térjünk át a bárányokra. Lehet, hogy ezek kecskéknek néznek ki, igazából annyira szerintem nem nagyon különböznek, de higgyétek el, amik itt a narancssárga épületekben vannak, azok mind bárányok lesznek, és mindegyébként fognak nekünk tejet is termelni. Úgyhogy akkor nézzük is az első bárányt, a Dorper bárányt, ami a szavannákon, illetve a réteken spawnol, tehát a Plains biome Sokat legelnek, az etetőből búzát tesznek, vizet ugyanúgy igényel, mint a többi állat. A felnőtt bárányokat meg lehet nyírni, gyapjukért, a kosok gyakran egymásnak támadnak. Ez egyébként minden egyes birkára igaz. Bár a birkára egyébként nem tudom, hogy hogy hívják a fiúkat, de, de most hívjuk őket így. És... Hát, hogy itt melyik a fiú és melyik a lány? Elég nehéz eldönteni. Na nézzük, akkor ő a kislány, és ő a fiú. Hát ember legyen a talpán, aki ezeket meg tudja különböztetni. A fiú egy kicsit nagyobb, kb. anyja különbség. És hogyha meghalnak, akkor dobnak nekünk finomat. Ja. A páva az ott marad. Bocsi, Bari. Nem akartalak téged bántani. Jó, viszont ide visszarakom a spóntoljását. Legalábbis a kislánynak biztosan. És ugye belőlük bárány sajtot lehet készíteni, ami elég fia hangzik, de, de, van ilyen, és az Instant Health egyet fog nekünk adni, hogyha fölvagdossuk, illetve, hogyha Prime Matönt dobnak, ugyanis uh, itt is most ugye erre volt példa, akkor, hogyha azt kisütjük és utána megesszük, akkor az Instant Health 2-t fog dobni, és természetesen a bárányokat meg lehet nyírni, ők egyébként sima fehér gyapjút fognak nekünk adni, és vannak olyan bárányok, amik különleges gyapjút dobnak, úgyhogy majd erről is fogok nektek beszélni, úgyhogy kapunk egy csomó új blokkot is ezekkel az állatokkal. Nekik egyébként vízre van szükségük, búzára, illetve céklára és répára. Úgyhogy nagyon jó nekik, illetve nyilván szeretnek még ilyen sókockát is nyalogatni, azért is raktam oda. Aztán a Dorset bárány a hegyekben és a réteken található meg, ők így néznek ki. Minden nőstény képes tejet adni, ha jól van tartva, és nemrég ellettek. A kosok és az újszülött bárányok a nőstény közelében próbálnak meg lenni, tehát ők is ilyen családias formák, és uh, ugye a sajt meg a húsi az ugyanazt tudja, viszont neki már van külön egy barna színű gyapjúja, a Dorset Brown full, amit majd meg fogok nektek mutatni ott a végén, leraktam az összes új gyapjút, és akkor össze tudjátok hasonlítani, hogy a vanilla gyapjúhoz képest mennyiben változott a színük. Na nézzük akkor a következőt, a Frisian bárányt, ő a réteken található meg, a bárányok általában családokban spanolnak, néhány képes Prime matönt is dobni, ami egy erősebb birka hús, igen, és ez kettő 2 dob. És akkor nézzük meg, hát ők már egyébként kifejezetten úgy néznek ki, mint a kecskék, még ilyen szarvuk is van de valamiért most nem elégedettek itt a dologgal, mert ilyen szürke particle effekt van körülöttük. Mi a baj? Mi a baj, baba, mondjad? Egyél egy kicsit. Mit szólsz hozzá? Új. Igen. Csináltok nekem kisbárányt? bárányt. Csináltok nekem kisbárányt? Vagy te ilyen álcázott kecske vagy. nézzük. Lesz kis vagy nem lesz kis, nem lesz kis bárány. Jó, akkor nem lesz kis oké. Okay. Ők egyébként kétfajta új gyapjút is dobnak. Ez a Frisian Brown Wool, illetve a Black Wool. Hát, hogy itt, itt kerge, kerge kapott a bárányunk, a birkánk, és itt a merino bárány, ő a réteken és a száraz területeken található meg. Minden bárány kedvenc eledele, a búza, a répa és a cékla. Neki van egy ilyen merino brown vúlia, illetve egy merino white, amilyen ilyen világosabb barnás fehér. És ők így néznek ki. Ő a fiú, ő a lány, szerintem ezt már kitalálhattátok. Lesz kis bárány? Hát, ami látom, annyira nem. Valamiért amúgy ők annyira most itt nem elégedettek a szitúval. Pedig igazán elégedettek lehetnétek. Aztán a következő a Jakob, nem vagy Jacob nem tudom, hogy őket hogy kéne kiajtani, de mindegy, de nekik ilyen nagyon szép bundájuk van, vagy hát gyapjuk. Ők az erdőkben spawnolnak, és uh, ugye, itt le is írtam, hogy néhány báránynál, hogyha lenyírjuk a gyapjukat, akkor különleges szint kapunk. Hát náluk ilyen tehén foltos lesz. És uh, meg kéne őket is etetni. Csak csak lesz valami, hogyha megetetjük őket, nem? Itt egy pici is. Picit föl lehet pumpálni? Pumpáljuk föl. Hát annyira nem akar megnőni. Jó, többet nem rakunk beléd, mert kár beléd úgy látszik. Ha nem nősz, akkor kár beléd. Jó. Szóval ki így néznek ki. Aztán az utolsó bárány fajta a Suffolk bárány. Ő a mezán és a szavannán található meg. És hát ők így néznek ki. Hát ők az ilyen standard alap bárányok szerintem. És uh, ők is igazából ugyan ennyit tudnak, annyi, hogy nekik Suffolk Brown színű vuljuk van, amik egyébként így néznek ki, tehát itt vannak az alap vanilla blokkok, ugye ez a fehér, és uh, ez a Merino, Merino White, igen, oh, profi vagyok. Ugye nyilván ebből nincsen vanilla blokk, ilyen foltos a fekete, és... Uh, a Frisian Black, és a barnából pedig ennyiféle fajta van, úgyhogy nem uh, innentől kezdve lehet pixeláltozni is ebben a módban, uh, barnából biztos, hogy nagyon sok szint kapunk. Jó, a automata szerkezeteket, ahogy ígértem, akkor a végére hagyom, és akkor most jön a kecske! mert a kecskéket mindenki szereti valamiért, az interneten kecske őrület van, úgyhogy jöjjenek a kecskék. Az első az alpesi kecske, ő hegyekben él, milyen meglepő, sokat legelnek, búzát tesznek az etetőből, természetesen nekük is szükségük van vízforrásra, mint minden egyes élőlénynek a földön, de azért ez fontos volt azért közölni, leírni, nehogy aztán ne adjatok a kecskéknek inni, mert nyilván szeretik a sót, de azért szükségük van vízre is. És hát őket könnyű megkülönböztetni, a kislánynak van tőgye, ott van, ott, ott. Fiúknak szakáluk van! Ó, innen könnyű őket megkülönböztetni, és hát valószínűleg mindjárt balhézni is fognak, mert hát azért az, az nem úgy működik, hogy van itt egy kedves kis nősény állatka, és két kan megvan egymás mellett. Jó, és hogy mit tudnak a kecskék? Na, ők nagyon-nagyon viccesek, és rettenetesen igénytelen állatok, ugyanis megeszik a botot, és nagyon szeretik a botot. Nem tudom miért, illetve szeretik a pokfonalat is, úgyhogy uh, igazából bármivel le tudjátok őket nyűgözni. Valamiért ők most nem eszik meg, valószínűleg már tele vannak, de szerintem ők, ők tök nyugisan meg fogják enni. Hé, kaste, egyedül vagy? Na jó, majd akkor mellé még rakunk le. De láttátok, hogy megette a pokfonalat is, teljesen el van vele. Szüksége van nyilván normális kajára, tehát búzára, aztán répára, céklára és nagyon szívesen nyalogatják, ugye ők is a sót, viszont kell nekik víz is természetesen, és a kecske sajt pedig uh, rezisztans egyet ad egy percig, illetve ha megölitek, akkor sevon dobnak, ami egyébként kecske hús, tehát bekerült a kecske hús is a játékba ezzel a moddal, ez pedig uh, ugye a sima az uh, rezisztans egyet ad, és a Prime az Resistance 2 ad egy percig, úgyhogy érdemes szerintem kecskéket tartani, mert azért az ellenállás az, nem nagyon jó dolog. Legalábbis itt, 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 Enchant formájában. Aztán a következő az Angóra kecske, és hát nem tudom, hogy belőle kislány vagy kisfiú van ide lerakva. Nem látom, hogy lenne tőgye, úgyhogy lerakunk egy olyat, aminek van tőgye. És remélhetőleg jól meg lesznek egymás mellett, igen, neki van szakákája. Tehát a kecskéknél a fiú a szakállas, a lánya a tőgyös verzió és az angóra kecske a réteken spanol, nyírható a bundája, a hím kecskék gyakran összetűzésbe kerülnek, külön húsdobnak. Igen, és ő sima fehér vult egyébként, tehát neki nem lesz különleges gyapjúja, de meg lehet őket ugyanúgy, mint a bárányokat. Tehát, hogyha csak a gyapjú miatt tartanátok valamilyen állatot, akkor kecskét is tudtok tartani. Aztán a következő a fainting kecske, ha neki szaladunk, akkor elájul, de nem kell aggódni, nem lesz semmi baja, és rettenetesen viccesek, tehát hogy uh, ilyet még nem láttatok. És tényleg, figyeld, neki szaladok, és eldobja magát. Mi van, baba? Na most jól meg tudtuk csodálni a tűgyeidet. Na nézzük meg még egyszer. Most is, most is kidőlt. Nem bírja, ez neki túl nagy stressz. Úgyhogy, uh, ja, ő a fainting kecske, nyilván a nevében is benne van, hogy ugye ájulós kecske. Minden kecske fejhető, de ugyanúgy, mint a többi állatnál, akkor, hogyha mostanában ellett, illetve ha jókedvűek. Ők egész jókedvűnek tűnnek. Jó, örülök neki, hogy ilyen jókedvűek vagytok. Hát őt kint hagyjuk, őt egyébként. Ah, oh, hogy megy a feje. Hol van a. hol van a nyakad? honnan kezdődik a nyakad? jó, oké, okay, nincs több kérdésem. Aztán a következő a kikó, ami a hegyekben spanol, a hímálatok és a gidák mindig az anya közelében szeretnének lenni, és ők is családban spanolnak, tehát ők is ilyen családcentrikus állatok, és így néznek ki a kis Kiko kecskék, kis kristóf kecskék. És a kinder, az igazán kis picike, Öm, igen, a kis kinderek, tehát ők szavannában, illetve mezában spanolnak, és igen, a kecskéknek a kedvenc eledelét pedig már elmondtam nektek, és így néznek ki. Egyébként szerintem cukik olyan, mint a kinder tojás, olyan fehér, barna, meg van egy kis fekete, az nem tudom hol van, de na mindegy, hagyjuk. Aztán a nigériai törpe, ami a sivatagban spanol, hát ő a legkisebb kecske, Mindközül közül szerintem. Bár lehet egyébként az ájulós kisebb. De akkor miért ő a törpe? Miért nem az ájulós a törpe? Na nézzük csak. Hát, kb. egy méretben vannak. Viszont te menj el onnan, mert te nem ide tartozol. Ki fognak innen tagadni téged? Jó, oké, elfogadtuk. És a pigmi, ami a szavannál, illetve a mezán spawnol. hát belőle is, mintha csak egy lenne. Na most belőle a fiú vagy a lány változat van itt. Szerintem a fiú már, mint a szakákája lenne. Úgyhogy lerakunk még egy kislányt is. Igen, kecske mama. Jó, ö ő pedig így néz ki. Szóval ő is nagyon-nagyon cuki, és igazából nincsen különbség náluk a húsuknál, se a bárányoknál, se a kecskéknél. Ugye a malacoknál volt különbség, hogy melyiknek milyen húsa van, illetve ha fölvártuk, akkor miben változott, de náluk nincsen ilyen. Úgyhogy ez egyébként egy egészen király dolog. És akkor nézzük meg az automatizálást. Ugye a gyapjukat már megmutattam. A csirkéknél talán ez a legfontosabb. Itt egy observerrel oldottam meg a dolgot hogyha itt uh, ugye változik a block state, tehát hogyha itt megeszik a magot, akkor ez automatikusan lerak nekünk ez a dispenser oda egy másikat, tehát folyamatosan ellátja a maggal a kis csirkeinket. Hát lehet, hogy van ennek egyszerű módja is a megépítésre, hogy elvezessük ide a resztornyelet, de én így tudtam megoldani. Igazából ez sem olyan költséges. Aztán az etetőket igazából hopperrel meg lehet tölteni kajával, be tudtok rakni például a répát, ciklát, búzát, és akkor, hogyha itt ebből kiveszük, akkor láthatjátok, hogy automatikusan megtölti a hopper. Természetesen az oldalából is be tudja tölteni, tehát nem muszáj fölé rakni, ahogy nektek jobban tetszik. Ez így helytakarékosabb, a másik meg talán dizájnosabb. És a víznél, a víznél egy kicsit más a téma, ott dispenzert kell használni, és hogyha itt, hát ebből nem tudjuk kinni, de le tudunk rakni egy másikat, a dispenserből bele tudjuk tölteni a vizet, kis ki dobja nekünk a vödröt, és akkor uh ezt ilyen szinten lehet automatizálni. Itt van, meg tudjátok azt tenni, hogy összekötitek ugye reston jellel, teletöltitek a dispenzereket rengeteg vödörrel, és akkor összekötitek egyetlen egy reston jellel az összes dispenzert, és akkor egy karhúzásnyira, ugye az összeset egyből meg tudjátok tölteni. Ezt ilyen szinten tudtam automatizálni, biztos van egyébként ennek is egy egyszerű módja, de szerintem azért már ez is eléggé kényelmes. Úgyhogy hát ennyi is lett volna ez a rész, a következő részben ismételten meg fogunk nézni néhány állatot, remélem akkor is velem tartotok, illetve ha nem láttátok az első részt, akkor fönt ott az i betűnél megtaláljátok azt is, nézzétek meg bátran, ugyanis hogyha szeretnétek használni ezt a modot, akkor érdemes, hogyha mindent tudtok az állatokról. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem tetszett nektek ez a videó, Dogi voltam, sziasztok!